Philadelphus coronarius, a jezsámennek egy nagyon szép példányát láthatjuk itt. Hogyha mellé megyek, akkor ez pontosan az a méret igazából, amit kifejlett korábban elér a jezsámen. Ez kb. 2 méter az itt van, tehát ez jól látszik, hogy 2 és 3 méter közötti. Alapvetően egy ilyen nagy növény. Nagyon jó illat van, nagyon finom illat van, pláne amikor ugye ekkora tömegben virágzik, és hát igen, ugye, hogyha belenézünk, akkor ugye ez az, amiért szoktuk mondani, hogy sövénynek kevésbé alkalmas, ugye ennyire elöregszik általában belül, maga a gondozás is ugye abból áll, hogy évről évre érdemes őket visszaépíteni. Most itt van mondjuk például mellette egy jezsámen, meg ott van több ilyen jezsámen bokor, itt most egy intézetnek a területén vagyunk, és hát igazából, hogyha mondjuk nem egyszerre akarjuk őket visszanyírni, akkor lehet azt csinálni, hogy mindig kiválasztunk egy jezsámen bokrot, azt radikálisan visszaépítjük, mondjuk egy 30-40 cm-en visszanyírjuk, és akkor mindig van, ami virágozni fog. Úgyhogy tulajdonképpen az, akinek van helye, mert azért itt most látjuk, hogy ezek 2 méterszer 2 méteres területet foglal el, és ugye óriási tömegben nyílnak a virágai, akkor érdemes jezsáment, pici kertekben nem, de nagy intézeti kertekben, vagy nagy mondjuk 500-600 négyzetméter feletti kertekben már lehet vele számolni, lehet vele dolgozni.